Tapasztalatcsere és kutatási eredmények bemutatása. Többek között ezekkel a célokkal szervezték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helytörténészek első találkozóját Nyíregyházán. A megyei honismereti egyesület szoros együttműködésben áll a helyi könyvtárral, múzeummal és a levéltárral is. Utóbbi intézmény sokban segíti munkájukat. Elsősorban azzal, hogy a források itt vannak a levéltárban, azokat rendelkezésre bocsátják, szakmai tanácsokat adnak, feldolgozás módszertanához segítséget nyújtanak, elkészült munkát véleményezik. Igazából mondjuk a szakmaiságnak ez az alapja, de még abban is, hogy a Honismereti Egyesület konkrét munkájába is besegítenek előadások tartásával, konzultációk megszervezésével. Korábban is volt már helytörténész találkozó Nyíregyházán, a mostani annyiban volt kibővített, hogy Hajdú-Bihar megyéből és Kárpátaljáról is érkeztek vendégek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárba. A tradíció és a hagyományok ápolása mindenki számára fontos, főleg abban az egységes, globalizálódó világban, amelyben jelenleg élünk, emelte ki köszöntőjében az Országos Honismereti Szövetség elnöke. Debreceni Dropán Béla hozzátette, ilyenkor főleg felértékelődnek a helyi értékek, nem csak a történészek a lakosság körében is. A helytörténészek nem maguknak kutatnak, egy közösség számára teszik ezt. Ezek tulajdonképpen hasznosulhatnak aztán, akár a belföldi turisztikában, illetve a különböző helységek, falvak, városok önidentitásának megfogalmazásában. Ez ugye nagyon fontos. Leginkább a turisztika miatt szoktunk erről beszélni, de amikor vannak jó döntések arról, hogy mit lehetne egy városban, egy faluban csinálni, akkor azt tartalommal meg kell tölteni, és akkor mindig ott van a muníció a helytörténészek által kutatott, felmutatott múlt helyi értékek, amihez lehet nyúlni. Ezek a kutatások egy falunap vagy akár egy fesztivál szempontjából is fontosak a településeknek, tette hozzá az elnök. A találkozók további célja, hogy megpróbáljanak nyitni a fiatalok felé, illetve a társadalom széles rétegét is megszólítsák a helytörténeti értékek kapcsán.